Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Okos tanterem program, digitális kompetenciákat fejlesztő felnőtt képzés, részben finanszírozott buszbérlet és a 65 év felettieknek évi egyszeri alkalommal nyújtott támogatás. Ezeket a javaslatokat tartalmazza a közgyűlés elé kerülő költségvetési tervezet. Az esti mérlegben ezzel a témával várjuk Önöket, maradjanak velünk! A rekordösszegű helyi adóbevételeknek köszönhetően néhány újdonságot tartalmaz majd az idei év. Akkor menjünk pontonként, az első körben beszélünk arról, hogy a helyi autóbuszjáratokra kedvezményes bérletekhez jutatnak majd a fehérváriak. Ez gyakorlatban hogy fog kinézni? Valóban a 2018-as rekordadó bevételnek az eredményeiből szeretnénk visszajuttatni mindenkinek, aki akár a múltban, akár a jelenben sokat tett, dolgozott azért, hogy ezteket a bevételeket az önkormányzat elkönyvelhesse, és az idei évben a költségvetésben, akár a fejlesztések tekintetében döntessünk is majd annak a felhasználásáról. Ennek egyik eleme a közösségi közlekedést fogja érinteni. Itt kimondottan, hogy azoknak szeretnénk egy kedvezményt biztosítani, akik a minden napokban, itt akár az interjúnk készítésének az időpontjában is dolgoznak a helyi iparban, a helyi gazdaságban, és a munkahelyükre, illetve onnan hazajutváshoz közösségi közlekedési eszköz, buszközlekedést vesznek igénybe. Ez konkrétan azt fogja eredményezni, hogy egy adott hónap keretében, amiről a közgyűlés egyébként dönteni fog február 15-én, hogy melyik legyen ez a hónap, várhatóan talán április lesz, de ezt majd még később be fogjuk jelenteni, a teljes áru bérletet minden székesfehérvári lakos esetében el fogjuk felezni, tehát az azt igénybe vevőnek fél áron lesz lehetősége megvásárolni a bérletet, és hogy a végén pedig mi a szolgáltatóval az önkormányzatként elszámolunk, és a másik felét az önkormányzat fogja biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős kedvezmény. Azok számára juttatjuk a kedvezményt, akikről így most nem beszélünk, hanem teszünk érte a munkás réteg vonatkozásában, aki a közösségi közlekedést elsősorban teljes áru bérlettel, mellettjeggyel használja. Én bízom benne, hogy ezáltal egyébként azt is le tudjuk mérni, hogy nőne-e akkor a közösségi közlekedést igénybevevők száma, ha jelentősen olcsóbb lenne egyébként a bérlet, vagy éppen a jegyár. Hány bérletet jelent, majd nehéz megsatszolni, ugye erről itt a sajtótájékoztatón is szó. Azt gondolom, hogy a 6-8 ezer körüli bérletről beszélünk, bérletvásárlóról beszélünk, de én azért abban bízom, hogy esetleg ebben a hónapban a végén ennél nagyobb szám is elérhető, hogy esetleg olyanok is vásárolnak, akik mondjuk nem buszközlekedést használnak, vagy legalábbis nem folyamatosan használják, ezzel nem bérletet vesznek, hanem mondjuk jegyet, és esetleg többen fognak bérletet váltani, de biztos, hogy sok-sok ezer embernek adunk így egy félhavi kedvezményt a bérlet megvásárlására. Ugye az a 65 év feletti fehérváriakat érinti, ez egy egyszeri 5000 forintos juttatásról szól, ezt körülbelül mikorra kaphatják meg, illetve mi lesz ennek a gyakorlati része? Itt egy rendeleti úti szabályozásra is szükség lesz, tehát egy rendeletünkbe be kell ezt a kedvezményrendszert építeni. Ugye fölmerült ez a kérdéskör körülbelül egy évvel ezelőtt, Rászné Földi Judit képviselőasszony is felvetette, Fidesz frakció is felvetette, ezért megvizsgáltuk ennek a lehetőségét. Ma úgy néz ki, hogy a rendeletbe belefoglalva mi ezt az 5000 forintot pénzben fogjuk kifizetni, és egy egyszerűsített kérelmezési eljárás keretében fogjuk tudni ezt biztosítani minden 65. életévet betöltött fehérvári nyugdíjas számára. Pár hónapot ennek az adminisztráció igénybe fog venni. Február 15-én a döntést tudjuk meghozni, illetve költségvetését ehhez hozzá tudjuk rendelni a programnak, és a programot elindítva én azt gondolom, hogy az év közepe tájékán lehet majd várhatóan számítani erre a forrásra, de abban bízunk, hogy február 15-én követően pár nap alatt meg fogjuk tudni mondani, hogy akkor ez nagyságrendileg milyen eljárásrendben, milyen módon és milyen időtávlatban lesz lehívható. Szeretném azt is elmondani, hogy ez most 2019-ről szól, de szeretnénk ezt a következő években is minden olyan esztendőben biztosítani, ahol a helyi gazdasági növekedés, a gazdasági teljesítmény biztosítja a város számára azokat a költségvetési forrásokat, hogy akár ekkora összegben, akár adott esetben később ezt növelve biztosítani tudjuk a fehérvári nyugdíjasok számára, de ebben azt gondolom, hogy úgy járunk el felelősen, ha minden évben az adott költségvetés
költségvetés elfogadásakor döntünk az adott évi ilyen jellegű támogatásról. A támogatás ez miért pont 5000 forintról szól, mert ha jól emlékszem, akkor talán pont a baloldali javaslatnál ott 10000 forintról volt, szóval igaz a 70 év fölöttiek kaphatták volna, tehát miért pont 5000 forintban lett ez megállapítva? Pont ebből indultunk ki, és úgy gondoltuk, hogy ne 70 évben, hanem már a 65 évben állapítsuk meg ezt a korhatárt, illetve a számítások alapján most ez az az összeg, amit az önkormányzat a költségvetésében finanszírozni tud. Erre utaltam előbb, hogy egyébként a következő években ezen lehet változtatni. Azt gondolom, hogy talán a 65 éven nem kellene, viszont az összege minden évben lefele, vagy éppen fölfele. Nyilván ez tűnik, azt gondolom, hogy reálisnak ennél az összegnél egyfajta nyugdíjprémiumot az önkormányzat is fog tudni finanszírozni. Én abban bízom, hogy egyébként ennek a javaslatnak a beépítésével lehet ez a költségvetés egy olyan költségvetés, ami mögött valóban egy széles közéleti támogatást tud kialakulni, hiszen itt szerintem egy közös célt tudunk megvalósítani, úgyhogy én bízom benne, hogy mindenki, aki egyébként a korábbi javaslatokat megfogalmazta, azok is támogatni fogják így a költségvetés elfogadását. Okos tanterem, ugye ez is egy újdonság lesz, az idei évben legalább egyet, ugye így fogalmazott a sajtótájékoztatón, szeretnének létrehozni. Mi kerülne ebbe az okos tanterembe? Ugye az Alba Innovár elképzelést, ami ma már szerencsére megvalósult és működik mindegy másfél éve, sok ezer diáknak nyújt lehetőséget, hogy megismerkedjen a digitalizációval, a robottechnológiával, egyáltalán azzal a technológiával, amiben ők belenőnek. Ők ezt nem választhatják, hogy szeretnék vagy nem szeretnék, az életük részét fogja képezni otthonukban is, családuk körül és természetesen a leendő munkahelyükön is. És azt gondoltuk, hogy fontos lenne ennek a következő lépcsőjét megvalósítani, azaz az Alba Innovár keresztül minden iskolába kialakítani egy ilyen smart vagy okos tantermet, és az okos tanteremben biztosítani minden olyan technikai körülményt, ami az élménypedagógiához, a digitalizáció bemutatásához, annak értékei és veszélyei vonatkozásában a figyelem felhívásához szükséges. Fontos, hogy emögött egyfajta képzési programban azokat a tanárokat is képezni, akik majd azokban az okos tantermekben a tanítványaikkal találkozni és foglalkozni fognak. Ezt a programot szeretnénk egyébként a fehérvári vállalkozásokkal közösen meghirdetni, egyfajta összefogás eredményeként, de úgy gondolom úgy illi, hogy az önkormányzat példát mutasson, és foglalkozzon ezzel a kérdéssel, úgyhogy az Alba Innováron keresztül idén legalább egy okos tanterem valamelyik a tankerülettel egyeztetett iskolában meg fog valósulni, akkor pontosan látni fogjuk, hogy ezt milyen technikai eszközök kellenek, milyen infrastruktúrális átalakítást, milyen esetleges új bútorokat jelent, biztos, hogy padban kell leülni, vagy esetleg mondjuk babzsákon, ami mégiscsak talán egy kicsit ilyen fiatalosabb megoldás lenne, és amikor látunk egy ilyen tantermet, tudjuk, hogy pontosan mennyibe kerül, a cégek, vállalatok képviselőivel tudtunk egyeztetni, akkor lehet az ütemezéséről a programnak tovább gondolkodni. Én azt sem zárom ki, hogy adott esetben ez már idén is a tervezés szintjén több tantermet is jelenthessen. De egyet az önkormányzat saját maga az Alba Innováron keresztül mindenképpen szeretne már idén megvalósítani. És akkor nem csak a diákokat, hanem a felnőtteket is felkészíteni a város a digitalizációra. Ugye itt egy felnőtt képzési programról volt szó, ebből mi az, ami egyelőre látszik, hogy néz majd ki ez a program? Ja, amit látunk, hogy rohamosan nő a robotika és a digitalizáció száma a fehérvári iparban is, tehát ez nem csak a világ másik felében van így, hanem a fehérvári gazdaságban is sok ezer robot van már, és az is látszik, hogy nagyon gyors ennek a száma tekintetében a fejlődés. Fontos tehát, hogy a ma munkavállalóit is fölkészítsük erre, ez a felnőtt képzésen keresztül valósítható meg, és az elképzelésünk az, hogy megint csak az Alba Innováron keresztül egy felnőtt képzési program indulna el a fehérvári munkavállalók számára. Szeretnénk egy összefogást ajánlani a fehérvári vállalkozásoknak, munkáltatóknak, ezt egyébként felkínálni az állam számára is, és egyfajta összefogásban elérni azt, hogy ennek a képzési költségét, ami biztos, hogy több százezer forintot fog jelenteni munkavállalónként,
és nyilván időt úgy tudjuk megosztani, hogy az időt az egyén adja, a tanulásban ő az elkötelezett, viszont mögötte a munkáltatója, az önkormányzat és esetleg az állam szerepvállalásával finanszírozni tudjuk ennek a programnak a költségeit. Úgyhogy ez az alap költségvetési forrást a város biztosítani fogja, jövő hét pénteken a költségvetés benyújtásakor nevesíteni is fogjuk ennek az összegét, és hívjuk partnerként a fehérvári gazdasági szereplőket. Nem titok, hogy többükkel már tárgyaltunk, különösen a nagy munkáltatókkal, és úgy látom, hogy abszolút nyitottak erre a programra. Ők is érzik a szükségességét, és ők is azzal a felelősséggel gondolkodnak a saját munkavállalóik irányába, hogy ez egy jó dolog, hogy és fontos, és abból tudjuk ma ezeket finanszírozni, hogy a helyi gazdaság erős, hogy folyamatosan nőtt 2018-ban is jelentős mértékben, arányban, de az, hogy 10-15-20 év múlva is ilyen erős legyen, az az kell, hogy fölkészítsük erre az ipari forradalomra és digitális korszakra a ma munkavállalóit a felnőtt képzésen keresztül. Az egyén iránt is felelősséggel tartozunk, és a város jövője vonatkozásában is. Program lenne? Igen, ezért is lenne szükség az államra. Az Alba Innovár kidolgozott egy szakmai programot erre, gyakorlatilag egy tantervi keretek közötti felkészítését a ma munkavállalóinak erre a változásra. Azt gondoljuk, hogy ezt lehet akkreditáltatni, az állam által is valamilyen módon elismertetni, és akkor ezen a programon tudna mindenki, aki erre vállalkozik, munkavállalóként részt venni. Úgy gondolom, hogy ez egyébként minden alaptechnikai eszköz már az Alba Innovárban rendelkezésre áll. Legfeljebb azt kell megnézni, hogy kell-e adott esetben a hely bővítésével más úgymond tantermeket is ebbe bevonni, de ez azt gondolom, hogy technikai kérdések meg fogjuk oldani, és szeretnénk ebben a tekintetben is példát mutatni országos szinten is. Ez a digitális élményközpont, az Alba Innovár, ez első volt az országban, mindegy egy évvel, másfél évvel előzte meg egyébként a különböző egyéb programokban megvalósuló ilyen helyeket. Most szeretnénk ezen a területen is, ahogy szokták mondani, úttörők lenni. Ez a felnőtt képzés, ez mikor indulhat el körülbelül? Tehát, hogy ez most egy év, fél év? Ugye egy pilot program már zajlik az Arconic-kal együtt működve az Alba Innovárban. Ez a szakmai programot gyakorlati értelemben is kipróbálja. Nagyon-nagyon-nagyon jók a visszajelzések, a munkavállalók és a munkáltató vonatkozásában is. Tehát gyakorlatilag az Alba Innovár ezt a programot, azt lehet mondani, hogy azonnal el tudja kezdeni már programszerűen. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy február 15-én, ha elfogadja a költségvetést a közgyűlés, ezt a forrást biztosítjuk, és ennek a forrásnak az átadása után akkor az munkáltatókkal, akikkel először meg fogunk tudni állapodni, én úgy gondolom, hogy tavasszal ez a program már el tud kezdődni, és folyamatosan aztán végig tudunk menni a program elemeken. Az esti mérleget látták, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!